Sziasztok, én Huberix vagyok, és elérkezett a következő videóm, amelyben egy kis kérdezfeleleket fogok tartani. Raktatok fel nekem a közösségfülön ilyen kérdéseket, és akkor most ezeket fogom megválaszolni. Tehát itt látható maga a kiírás, amit kiírtam pár nappal ezelőtt. Az első nem más, mint Zevix kérdései. Rengeteg kérdést rakott fel, és hát most ezek kerülnek megválaszolásra. Mit tanácsolsz a kezdő videósoknak? Én mindenképpen azt ajánlom, hogy legyen maguk előtt egy cél, és állítsanak elő minőséget, és amikor ez megvan, akkor ne csüggedjenek el, és hogyha nem jön olyan gyorsan a feliratkozó szám, ahogy ők gondolják, akkor se csüggedjenek, ahogy az előbb említettem, mert nem legyenek kitartóak. Mennyit szoktál tanulni átlagosan? Hát átlagosan olyan egy órát mondanék, mert volt már, amikor mondjuk 3 órát, de volt, amikor mondjuk csak felet, vagy valamikor szinte semmit, tehát így átlagosan ennyi mondható. Hanyas lettél év végén? Az átlagom, nem vagyok egyáltalán rá büszke, 3,55 lett, reméljük, hogy majd jövőre jobbat is el tudok érni. Fortnite vagy PUBG? Nem tudok annyira a kettő közül dönteni, mert tulajdonképpen én még csak a Fortnite-tal játszottam, a PUBG-vel nem. De hogyha választanom kellene a kettő közül, lehet, hogy a PUBG-t is mondanám, mert az olyan élethűbb. Coca-Cola vagy Pepsi? Mindkettő jó szerintem. Pizza vagy hambi? Hát figyelj, most szerintem legyen mondjuk a pizza. Számítógép vagy telefon? Hát ezzel még nem gondolkoztam, tehát ugye a telefont azt mindenhova magaddal tudod vinni, és folyamatosan értesülni tudsz az újdonságokról, a számítógép pedig otthon van, és hogyha ez nem egy laptop, hanem mondjuk egy asztali gép, hát akkor meg főleg nem válaszok. Pozsik Zsombor kérdező, hogy lehet-e ez az első kérdés? Ups. Dávid Császár kérdezi, hogy van-e barátnőm? Nincsen. Fanta vagy Sprite? Sprite. Szoktál kondiba járni kéne? Melyik a kedvenc kajád? Mákos laska, spagetti, és még van sok. Honnan jött ez a név? Haverommal random találtuk ki. Na hát ennyi lett volna az én pár kérdésem. Okis. Mi inspirált a videózáshoz? Legelsősorban egyébként az olyan Minecraft videósok, mint például Pingvin harcos, hát én néztem a videóit, és úgy gondoltam, hogy én is elkezdem. Az ilyen reszónos videóit néztem egyébként, azokat utánoztam le, és én is szerettem volna ilyesmi irányba elmenni. Volt is egy csatornám, ahol készítettem ilyen kis Minecraftos videókat, de nem igazán lett sikere. Ez a csatorna, ez a Huberix, ami úgymond sikerre ment. Mikor lesz Balmazújvároson közönségteli? Aki nem tudná, hogy a Balmazújvároson élek, és itt is vannak nézőim, nem olyan sok, de van pár, de itt igazából én nem hiszem, hogy tervezek közönségtalálkozót. Max, ha valamikor lesz, akkor mondjuk Debrecenben történne meg ez a közönségtalálkozó, de szerintem még ahhoz gyúrni kell ezt a nézőtábort, hogy egy közönségtalálkozót létre tudjak hozni. Szia Hubi, mit szólnak az osztálytársaid, barátaid ahhoz, hogy videózol? Általában egyébként jó tanácsokkal, meg építő jellegű kritikákkal szoktak ellátni, bajuk azzal nincsen, csak azzal, hogyha mondjuk olyan tartalmat állítok elő, ami elég trash. Miért csak Debrecenben videózol? Na most ez egy elég jó kérdés, videóztam már itt Újvároson is, viszont más városban igazából nem annyira járok, tehát nem is tudok máshol videózni. Tehát most már tényleg szinte mindent bemutattam, ami itt a környéken elérhető, és már nem tudok ezzel újat mutatni, most már csak a témán tudok egy picit csiszolni, meg majd ha utazgatok, akkor arról felvételeket készíteni. Miért kezdtél el videózni? Azért, mert sikert szerettem volna én is elérni, és sikert szerettem volna próbálni. Belekezdtem. Jó vidis vagyok? Kérdezi Kriszti blogol. Szoktatok sokan ilyet kérdezni egyébként, hogy nézek fel a csatornátokra és mondjam el a véleményemet, de nem mindig van erre időm, meg energiám, és ezért sajnos ezt nem mindig szoktam megejteni, ezért elnézést is kérek, mert tudom, hogy ez párotoknak elég kellemetlen lehet, hogy nem szánom rá erre az időt. Néha egyébként előfordult, hogy bizonyos nézőnek a csatornájára rámentem és véleményt alkottam, de ez nem számottvető. Tehát így erre a kérdésre sem tudok most választ adni. Titok, hogy lesz Hubi Gaming? Nem titok. Nem titok, tehát a MySide-on belül létre fog jönni a Hubi Gaming szerverem. Majd nyugodtan nézzetek fel, egyébként ráhez le kell tölteni a MySide kliensét. Hogyha szeretnétek letölteni, azt nyugodtan megtehetitek, majd úgy is lesz a szerverről bemutató, és ott minden kellő információt megkaptok ehhez. OB Studio vagy Classic? Szerintem a Studio. Hány éves vagy? 17 és 18 éves leszek október 22-én. Szerinted melyik a legjobb minigame? Legendary MC-n egyébként, ami a legjobbnak tekinthető, az nem más, mint a Bedwars, de emellett még nagyon jó a Skyboss és az összes minigame is. Nagyon egyedi szerverekkel vannak felvételző, és ez nagyon tetszik. Kedvenc játék? Minecraft. Kedvenc zene?
Hú, most nem tudok neked kedvenc zenét mondani. De hogyha egy jó zenét kell mondanom, akkor Máté Pétertől a Most élsz. Lesz Fortnite, nincsen kedvem most hozzá. Windows XP tutorial kérdező, hogy lesz-e a Hugo The Lightbeard? Nem hiszem, mert ő lehet, hogy Minecraft az idő csak épít, stb. Meg nincsen olyan számítógép, ahová le tudna ülni és úgy tudnánk egyes egyezni. Hypixelen játszasz? Régen játszottam, voltak is róla videók. Ki a király, a PuberX vagy Huber és Simán X? Szerintem használjuk az eredeti nevemet. Jenit vagy Laurelt hallasz? Kérdezi 2K2M. Én Laurelt hallottam, tehát be kell vallani, hogy Laurelt hallok. Szia Huberix, mióta videózol? 2014. december 19-én készítettem a csatornámat és 25-től kezdve videózom, már több mint 3,5 éve. Szia Hubi, te vagy a kedvenc videósom, miért serélted le a régi kisebb kamerát? Azzal nem lehet jobban blogolni, a tükörreflexes fényképező szerintem túl nagy, és nem is kell ilyen videókhoz. A kedvencem a vlog, de szerintem a régi tökéletes volt. Az volt az előnye a kompakt kamerának ezzel szemben, hogy teljes mértékben akárhova zsebre rakható volt, nagyon könnyen hordozható volt, sokkal könnyebb volt azzal tényleg vlogolni, de azt kell ugye észrevennünk, hogy egy kompakt kevésbé állítható manuálisan, mint mondjuk egy DSLR tükörreflexes fényképezőgép. Tehát az a legnagyobb különbség, hogy viszont ez már egy profi szint, és itt már tudom állítani videó közben is, akár például az ISO értéket, a shutter speedet, és még egyéb érdekeket, a rekesz értéket is ugye be tudom állítani, meg mindent egyszerűen, sok mindent be lehet állítani rajta, akár videó közben is, továbbá lehet a fókuszt is állítani, tetszik, hogy teljes mértékben manuális, és sok mindent tudok vele kezdeni, továbbá objektívekkel felszerelhető, akármilyen objektívet tudok rá vásárolni, sőt a Canonra olcsó is, és így tudom fejleszteni, tehát tudok olyan snitteket készíteni, ahol brutál nagy az elmosás, egyszerűen tudok éjszaka is vele fotózni, mert nagy a szenzor mérete, továbbá a nagy fényerői objektívekhez hozzásegítenek, vásárolható hozzá Rode mikrofon, tehát rengeteg előnye van annak, hogy én ezt a kamerát választottam, és nem kompakttal akartam volna tovább videózni. És utolsó kérdések inspirált a videózásra, ugye Sirius, mi volt a legelső videó? Egy Sony Vegas Pro tutoriál, ki a kedvenc videósod? Rengeteg kedvenc videósom van, most nem tudom ezeket így felsorolni. Köszönöm szépen, hogy megtekintettétek ezt a videót, ha tetszett, azt jelezzétek egy lájkkal és iratkozzatok fel a csatornámra. Hamarosan még lesznek ilyen videók, köszönöm szépen a 40 000 feliratkozót, hiszen ez a kérdés fel egy kis ára volt. Köszönöm szépen mindenkinek mindent, én Huberix voltam, találkozunk legközelebb is, addig is. Sziasztok!